Megyetörténeti vetélkedő. Európai Uniós támogatást nyert. Kunhímzés régen és ma. Halasnapok sajtótájékoztatója. Jó estét kívánok! Önök a nagyfunnsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2022. július 5-én 18 óra 5 perckor. A Karcagi Nagykon Református Általános Iskola és Talentum óvoda adott otthon a megye történeti vetélkedő döntőjének, ahol Földváriné Simon Ilona igazgató köszöntötte a 4., 6. és 8. évfolyam döntőseit. Koncz Tibor, a nagykunsági református egyházmegye esperese szerint is rendkívül jó ötlet ez a megyei vetélkedő, mely megyénk történelmével és ezen belül települések és a hungarikumok történetével ismerteti meg a diákokat. Úgy szeretnénk, hogyha ez a rendkívül jó ötlet, ez a továbbiakban is, vagy a jászságban, de ha úgy jön ki a lépés, akkor újra a nagykunságban lenne megrendezve. Ez a megyei közülés és a megyei hivatalok egy programjának a leágazása, és rendkívül jó ötletnek tartottam, hogy a megyénknek a történelme is, hát ezen belül pedig a településeknek, a hungarikumoknak a története elegészen odáig, hogy mit szeretünk enni. Tehát, hogy mind ez a 4., 6., 8. gyerekek gondolkodásában és a tudástárában benne legyen. És ezért teljesen nyitottak voltunk, és rögtön azzal kezdtük, hogy ha meg lehet tartani, akkor a nagykunsági egyházmegye nívós iskoláinak a pedagógusai, illetve a diákjai ebben részt fognak venni. Azt kell, hogy mondjam, hogy tanultunk egymástól. Tehát nem egy komplett anyaggal érkezett ide a maga a megyei bizottsági elnök, hanem azt mondta, hogy találjuk ki, találjuk föl magunkat. Úgyhogy valóban egy kis agytorna volt számunkra, és hogy nézzen ki, hiszen van egy könyv, van egy kiadvány, nagyon egyszerű lett volna azt mondani, hogy na akkor most mindenki megírja, és aztán majd nevesítünk valakit, aki a bajnok. Az Esperes szerint a szervezők és a résztvevők is tanultak egymástól, és a versenyhez készült kiadvány is segítette a felkészülést. Kitaláltuk, hogy legyen iskolai verseny, és minden iskolában legyen egy bajnok. Legyen egy iskolai bajnokság is, a bajnokok bajnokai. Azok, akik majd itt el fogják nyerni az első helyezést. És azt gondolom, hogy ez is egy érdekes dolog, nem nagyon van ilyen, hiszen mi szerettük volna azt elérni, hogy mindenkinek legyen sikerélménye. Aki most ide eljött, hallottuk, hogy Törökszent Miklósról, Mezőtúrról, Tiszafüredről, Kunhegyesről, Kisújszállásról, Túrkevéről, és hát természetesen itt vagyunk mi a magunk városában, ott mindenhol már egyszer egy bajnokot fölköszöntöttek, és ha itt valamiért teljesen értelmezhetetlen módon nem lesz itt valaki első, akkor is már úgy megy haza, hogy én egyszer már bajnok voltam. Tehát szerettünk volna ezzel is egy kicsit a gyerekek lelkéhez közeledni. Jó nekünk is megtanulni újra a történelmet, hiszen erről szóltam is, hogy történelem nélkül nagyon-nagyon könnyen el lehet követni ugyanazokat a hibákat, és aki nem becsüli a történelmét, az nem nagyon fogja kiérdemelni a jövőjét sem. És a gyerekeinket arra próbálják nagyon nevelni a 21. században, hogy ne kötődjenek semmihez túlságosan. Mi meg azt mondjuk, hogy éppen ellenkezőleg, hiszen egy gyereknek ezt már nagyon régóta tudják, gyökerekre és szárnyakra van szüksége. Na most, ha valaki gyökérzet nélkül akar szárnyalni, az nem tudja, hova kell hazajönni, hova kell visszaszállni. Aki pedig nem szeretne elszállni, azt pedig úgy hívjuk, hogy maradi. Tehát mi ezt a kettőt nagyon szeretnénk a továbbiakban is képviselni, és igenis büszkék vagyunk a gyökereinkre, büszkék a kunsági emberek az őseik tetteire, eredményeire, a természeti adottságainkért pedig a Jóistennek adunk hálát, tehát mindenképpen szeretjük, vagy szeretnénk, hogyha ebben a millióban, ebben a légkörben élhetnének a mi gyermekeink. És nekik ez a kegyelmi állapot megadatik, hiszen ezekben a református iskolákban
valóban az oktatás mellett nevelői munkát is végzünk, nem is keveset, is kicsit. Valatinszki Zitával, a Mezőtúri Református Kollégium pedagógusával beszélgetünk. Gondolom, hogy azért izgul, hiszen a tanítványai már közben írják a feladatokat. Hogyan készültek a versenyre? Amikor megkaptuk a felhívást erre a lehetőségre, akkor nyilván először az ember mindig keresi az anyagot, hogy miből lehet felkészülni, és örömmel láttam, hogy olyan anyag készült, ami abszolút gyerekbarát volt. Tehát összefoglalt, kiemelt, képes volt, rövid információk voltak, hosszabb információk, magyarázatok, úgyhogy használhatták a gyerekek. Én még pluszban beletettem magamat, meg a saját ötleteimet, úgyhogy úgy próbáltam motiválni a gyerekeket, hogy ilyen kvíz feladatokat gyártottam. Aztán nem mondom, hogy legnagyobb meglepetésemre, mert úgy gondoltam, hogy majd a feladatsor is hasonló lesz, de valóban ilyen kvíz feladatszerű állt a gyerekeknek a feladatlapjában, úgyhogy olyan nagyon nagy meglepetés nem érte őket. Nyilván én nem mindig ugyanazt kérdeztem, vagy nem ugyanúgy kérdeztem, de jól bemelegítettünk ezzel a kvíz délutánnal, ilyen játékos formában edzettünk, készültünk a versenyre. És hogyan érzi a diákjai, érdeklődtek a megye története iránt, hiszen azért a Mezőtúri történetet valószínűleg jobban tudják, mint mondjuk esetleg egy más ételnek a történetét, például 26-ok espresót, hogy nagyon szertágazó a feladatsor. Igen, azt láttam, hogy érdeklődnek, valóban alapvetően Mezőtúr hagyományai iránt érdeklődnek, meg ugye a szülők, nagyszülők besegítettek a felkészülésbe, és ők is elsősorban Mezőtúrról és a környékéről tudtak több dolgot elmondani, de rendkívül aktív és nyitott és élénk gyerekek. Úgyhogy ha megérzik azt, hogy itt sikerélmény lehet, meg új dolgokat, akkor nyitva állnak és készen állnak, úgyhogy igen, érdekelte őket, és szerintem sok mindent meg is tanultak belőle, amit aztán használni tudnak majd. Európai Uniós támogatást nyert a karcagi cég. A Multitech Kft. A fejlesztéseknek köszönhetően erősíteni tudja a termelési kihívásokhoz való alkalmazkodást, valamint tovább képes növelni a foglalkoztatást az üzemben, ezzel városunkban is. A vállalkozás az Európai Uniós támogatás által több mint 100 millió forint értékben vásárolt gyártóberendezéseket. A támogatás keretei között ugye 3 szelszámgépet szerzünk be, egy hegesztőrobotot, egy öttengelyes legmunkálközpontot, illetve egy ilyen hajlítógépet. Ezek a berendezések ugye a megrendelő igények kielégítésére szolgálnak. A termelékenységet javítják, illetve új technológiai képességekkel ruházzák fel a céget. Ezáltal ugye, amit várunk a beruházástól, az a foglalkoztatás megőrzése, illetve növelése, az árbevétel növelése, illetve az előállított termékek minőségének a javulás, a termelékenység javulás mellett természetesen. Továbbá részt veszünk egy szintén a pályázat keretei között egy tanácsadási programon, ahol aminek az eredményeképpen egy képzési terv készül, felmérik a cég gyengeségeit, erősségeit, és a gyenge képességekre ajánlani fognak képzési tervet a különböző részlegeknek. A cég a fejlesztéseknek köszönhetően erősíteni tudja a termelési kihívásokhoz való alkalmazkodást, valamint tovább képes növelni a foglalkoztatást az üzemben, ezzel városunkban is. A beruházás részleteiről a cég üzemében tájékozódott F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő, Szepesi Tibor polgármester és Gyurcsek János alpolgármester. A Multitech Kft. Egy komoly pályázaton vett részt, ahol állami támogatást nyertek az elképzeléseik megvalósításához. Ennek volt egy előzménye, hiszen megtartották azt a pályázati bemutatót, amelyet ugye nyilván előír maga a pályázati kötelezettségként, de ügyvezető igazgató úr úgy döntött, hogy szeretné megmutatni a cég teljes működését, így most bepillantást nyerhettünk az összes olyan munkafolyamatba, ami itt a telephelyen, legalábbis ezen a telephelyen zajlik, hiszen tudjuk, hogy a városnak van két telephelye van a Multitech Kft.-nek. Ez most a Kisújszállási úti telephelynek a bejárását jelentette, ahol mondom, megismerkedhetünk azokkal a munkafolyamatokkal, azokkal a gépekkel, amellyel mondhatom azt, hogy világszínvonalú munkát végeznek.
Ahogy ügyvezető igazgató úr is elmondta, közel 65-68 állandó dolgozójuk van, tehát ennyi család megélhetéséről beszélhetünk itt a városban. Ha ehhez hozzáveszünk azokat a beszállítókat, akik egyéni vállalkozóként, kisebb cégként, de itt a városban dolgoznak, akkor ez közel 80 főre tehető ez a létszám. Egy komoly cégről van szó, komoly munkavállalói létszámmal, komoly megélhetést biztosító cégről. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos a városnak az, hogy folyamatosan tudjanak fejleszteni ezekkel a fejlesztésekkel, folyamatosak legyenek a megrendeléseik, folyamatosan tudják azt a világszínvonalat biztosítani, amely szükséges a cég fennmaradásához, és természetesen azzal együtt a munkavállalói létszám megtartásához. Hiszen ha itt maradnak, jól érzik magukat az itt dolgozók, akkor az a városnak, a város egészének is egy tökéletes tovább lépést jelenthet. A Multitech Kft. 1991 óta létezik, és a kezdeti tevékenységi kör gyorsan bővült, aminek köszönhetően ma a fő tevékenységet a CNC gépburkolatok egyedi kis és közepes szériában való gyártása, továbbá mezőgazdasági munkagép alkatrészek, heggesztett szerkezetek komplett összeállítása teszi ki. A jelenlegi elnyert pályázattal céljuk a cég gépparkjának bővítése, modernizálása, és egyben az alkalmazott technológiák és szakmai kompetenciák fejlesztése. A megmunkáló központ az egy DMG Mori CMX-70O típusú öttengelyes megmunkálógép. A beszerzését azt őszre várjuk, tehát igazából a szállító akkorra igazolta vissza, hát reméljük, hogy a beszállítási problémáktól függetlenül ezt fogja tudni tartani ezt a határidőt. A hegesztő robot cella az egy OTC gyártású, ez egy japán gyártó egyébként. Ennek a cellának a beszerzése már folyamatban van. Ez konkrétan azt jelenti, hogy jövő hétfőn már az összeszerelése folyik a beszállító által a laktanya telephelyünkön. Ez a berendezés körülbelül 3 hét múlva már üzemelni is fog, termelni is fog reményeink szerint. Illetve az utolsó berendezés az élhajlító, egy Trumpf 5170-es típusú öttengelyes megmunkálógép. A szállító jövő márciusra igazolta vissza a szállítási határidőt, tulajdonképpen azzal fog zárulni a projekt. Ugye az összberuházási érték az mintegy 220 millió forint a berendezések, illetve a tanácsadás tekintetében. Ugye ennek ugye a pályázat 70%-át támogatja, tehát a pályázati intenzitás 70%. Ennek érdekében a projekt keretében 3 szerszámgép került beszerzésre, melynek egyike egy öttengelyes univerzális marógép, továbbá egy OTC robotheggesztő cella, valamint egy igen magas színvonalon működő élhajlítógép. A Dériné Kulturális Központban nyílt meg a Kunhímzés régen és ma című kiállítás, a Nagy Pálné Pádár Ágnes vezette karcagét táncoló tulipán kunhímző csoport és a Túrkevei Nagy Istvánné kunhímző munkáiból. Az ehhez kapcsolódó dr. Eskovács Ilona etnográfus kunhímzés minták című könyvét dr. Fazekas Sándor országgyűlési képviselő ajánlotta a jelenlévők figyelmébe, és hívta fel a figyelmet arra, milyen fontos értékmentő munkát végeznek a kunsági hímzőcsoportok, amelyek régi kun mintákat elevenítenek fel. A kunsági értékek, a nagy identitás, a hímzésekhez, a zenéhez, a tájhoz, a népművészethez, a különböző elődeink és jelenkor által felhozott értékekhez való ragaszkodás az igenis egy összetartó és mozgósító erő, amely inspirál bennünket, ösztönöz arra, hogy mindig újabb és újabb dolgokat készítsünk el, visszanyújjunk a régiekhez is, és abból építsük a jelent és a jövendőt is. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, én ezen gondolatok jegyében ajánlom az Önök figyelmébe Eskovács Ilonának a Kunhímzés minták című könyvét, amely egy nagyon nívó, szép kiadvány, két nyelvű, ami azért is hasznos, hogy a magyar olvasók mellett a külföldiek is hozzáférnek a értékes kunhímzésre vonatkozó leírásokhoz. Inspiratív egyben, hiszen általa az alkotók, az érdeklődők, akik szeretnék megtanulni a
mesterfogásokat is a tiszta forráshoz tudnak visszanyúlni. Gratulált a kiállítóknak a szép hímzett terítőkhöz, párnavégekhez. Dr. S. Kovács Ilonának pedig, hogy összegyűjtötte az elfeledett kincseket. A könyvet pedig mindenkinek elolvasásra ajánlotta. Dr. S. Kovács Ilona, a Nagykunsági Népművészek Egyesületének elnöke etnográfus mutatta be a kiállítást. Mint elhangzott, a kunhímzés a 18. században lett a Nagykun szoba sajátos dísze. A kunhímzés a 17. század végén kezdett kialakulni, igazi virágzását feltehetően a 18. század közepétől a redemció utáni évtizedekben érhette el, és a 19. század 30-as éveiben készíthették az utolsó darabokat. Mindezt onnan tudjuk, hogy ismerünk évszámos darabokat, vannak 1700-készültek évszámos darabok 1706, 1721, illetve a következő századból 1823 és 24-es darabokat ismerünk. Ezzel bizonyíthatjuk, de elsősorban a mintakincsével, hogy a kunhímzés az egyik legrégebbi a magyar népi hímzések sorában. Ez a régi stílusú hímzések közé tartozik. Az úri hímzésből tudjuk levezetni valahol a gyökereit. De erről én már önöknek nem egyszer beszéltem. Itt a kiállításban igaziból fényképeken mutatjuk be ennek a régi korszaknak az emlékeit. Az 1900-as évek elején, 1906-ban Karcagon őseink, már így kell mondanom, 1906-ban elkezdtek gyűjteni itt Karcagon egy múzeumi anyagot, amiben mintegy 20 kunhímzésbe került. Ezek a kunhímzések Györfi István kezdeményezésére az 1920-as években fölkerültek Budapestre a Néprajzi Múzeumba, ahol hál' Istennek akvarelleket készítettek róluk. És utána 1944-ben a világháborúban lebombázták azt a gimnáziumi épületrészt, ahol ezeket a hímzéseket is és a többi múzeumi tárgyat őrizték. Ennek az lesz a következménye, hogy a 30-as években a karcagi asszonyok még láthattak eredeti kunhímzést, de különösen az 50-es évektől már nem igazán ismerték. Dr. S. Kovács Ilona etnográfus 2020-ban megjelent kunhímzéses párnavégek és 2021-ben megjelent kunhímzés minták című könyve részletesen feldolgozta a régi stílust. A hímzők számára alkalmassá tette az egykori mintakincseket. A kiállításban a látogatók a 18. századi párnavégekről készült fényképek segítségével ismerhetik meg a régi stílusú kunhímzést. A kiállításban Nagy Istvánné hímzései mutatják be a Turkevén megszületett új stílust. Látható a szövetkezeti stílus, amit a karcagi szövetkezet tervezői alakítottak ki, és Nagy Pálné Pádár Ágnes hímző vezetésével Karcagon alakult hímzőcsoport tagjainak munkái is. A megnyitón, tárogatón ifjabb Sebők Lajos játszott. A térség egyik legnagyobb hagyományőrző gasztronómiai, kulturális és turisztikai eseményéről, a tiszafüredi halasnapokról tartottak sajtótájékoztatót Tiszafüred örvényen. A festői környezetben a Tisza egyik kötőjében megrendezett eseményen 2017 óta Hungarikumnak nyilvánított tiszai halászlevet is meg lehetett kóstolni. A sajtótájékoztatón megtudtuk, hogy a tiszafüredi halasnapokat július 7 és 10-e között rendezik meg, ahol idén Debrecen lesz a díszvendég. A sajtótájékoztatón Széles Diana, Debrecen alpolgármestere köszöntőjében elmondta, hogy a két önkormányzat között 2015 óta tartó és évről évre egyre szorosabbá váló turisztikai és kulturális együttműködés is hozzájárult ahhoz, hogy a Debrecenből érkező turisták egyik kedvelt célpontja lett a Tiszató. Ezt a törekvést,
amit akkor kitűztünk magunknak, hogy turisztikai, kulturális együttműködésben viszük tovább egymás közelségével, nyilván egymás erejével segítve egymást. Ez gyakorlatilag ez nem csak egy aláírt papír volt, hanem gyakorlatilag ezt csináljuk is évek óta. Ugye azzal kezdtük, hogy Tiszafüred részt vett a virágkarneválon, ahol nagyon szépen bemutatkozott, és én azt gondolom méltóan megmutatta azt, hogy a Tiszató fővárosa. Utána pedig nyilván vittük tovább azokat a programokat közösen, hogy a Gurmé Fesztiválunkon, ami most lesz hétvégén, ugye a tiszatavi halászlé részt tudott venni, és az is egy nagyon fontos üzenet volt, hogy nem csak Debrecen is környéke, hanem gyakorlatilag már a Tiszáig is, a Tiszatóig is eljött a Gurmé Fesztiválnak a gasztro része, hiszen én nagyon hiszek abban, hogy a turizmusban a gasztronómia az egyik legfontosabb mérföldkő, amit be tudunk mutatni az ide látogató turistáknak. Újvár Imre, Tiszafüred polgármestere elmondta, hogy Debrecen többször is volt díszvendége Tiszafüred nagy kulturális rendezvényeinek, például a 2018-ban 40 éves jubileumát ünneplő Halasnapoknak, vagy Magyarország egyik legkülönlegesebb és legérdekesebb zenei programjának, a Természet Operaháza Tiszatavi Fesztiválnak. Tiszafüred a pozíciójánál, a földrajzi fekvésénél fogva is törekszik arra, hogy a környező megyékkel, természetesen elsősorban a saját megyénkkel, de a környező megyékkel is jó kapcsolatot ápoljon, hiszen 4 megye határán fekszünk. De ebből az együttműködésből is kiemelkedik az, amelyet Debrecen városával gyakorlunk itt az elmúlt években, hiszen már nem csak Debrecen városával, hanem a Debreceni Egyetemmel is szoros együttműködésünk van. 2019. októberében kötött a város és a Debreceni Egyetem egy nagyon komoly együttműködést, amelynek most egy újabb mérföldköve az, hogy egy kormánydöntés értelmében egy tiszatavi limnológiai központ tiszafüredi helyszínnel jönne majd létre. Ennek a projektnek még előkészítése zajlik. De látható az, hogy itt már elmegyünk egy ilyen tudományos természetet és a Tiszató ökológiáját védő és felügyelő irányban is. Tehát itt szeretnénk a kormánnyal és a Debreceni Egyetem tudásbázisával a hátunk mögött vigyázni erre a gyönyörű természeti környezetre, amely nem csak az otthonunk, hanem nagyon sok vállalkozónak, nagyon sok személynek is megélhetést biztosít. A Halasnapok külön fejezetet szentel a gasztronómiának, hiszen az egész rendezvénysorozat a változatos hal ételekre épül, hangsúlyozta Hegedűs Gábor, a Tiszatavi Sporthorgász Közhasznú Nonprofit Kft. Ügyvezetője. Ez igazából nem verseny, hanem egy jó pofa összejövetel. Jó néhány 10 bográcsban főznek baráti társaságok halászlevet, ezt zsűrizgetjük, kiosztjuk az első, második, harmadik helyet, jól érezzük magunkat. Annyit tudni kell erről a halászéfőző akcióról, hogy biztosítunk tűzifát, biztosítunk a tűzifa alá egy kis vas tálkolmányt, ami elősegít ezt, hogy ne égjen ki a fű alatta. Biztosítunk egy sátrat, egy asztalt, egy sörpadot és székeket hozzá. Emellett hát nagyon szeretnék, hogyha kényelmesen, kellemesen telne el ez a délelőtt, ezért a Hejtlóri zenekara a Bakattól is jelen lesz. A szakember elmondta, hogy a Tiszató vonzerejét mutatja, hogy évente 130 ezer horgász nappal számol a Sporthorgász Kft. Ez azt bizonyítja, hogy az idejáró horgászok mindig halban gazdag fogással térnek haza. Az összmennyiség eléri a 200 ezer kilogrammot. Kedves nézőink! Napi hírműsorunkat, a Nagykunsági Híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Média Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!